Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. A mai beszélgetésünk alapja mindenképpen az alapanyagárak emelése. Nagyon súlyos következményekkel jár, számtalan élelmiszeripari termék is drágulni fog a közeljövőben. Ugye ezt már megtapasztalhattuk az elmúlt időszakban. Most erről fogunk beszélgetni, vendégem pedig Zászlós Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Tisztelettel köszöntöm, szép jó estét. Nos, hát az alap, hogy olyan alapvető alapanyagok ára emelkedett 40-50, de néhány esetben 100%-kal is néhány hónap alatt, ami az élelmiszerek előállításánál is nagyon-nagyon fontos. Tehát ilyen a csomagolóanyagokról nem fogunk beszélni, de a takarmány például nagyon fontos, ezért aztán a kenyér, a tej, a tojás, a hús, az ásvány, víz, az üdítőitalok ára is emelkedett, illetve emelkedni fog továbbra is. Járjunk utána, hogy ez miért, hiszen gyakorló agrárgazdaként is nagyon is jól tudja, hogy a takarmányárak emelése az mekkora problémát okozott az elmúlt időszakban. Illetve, és azért tegyük hozzá, majd beszélgetünk nyilván az olajár emelésről is. Igen, hát az állattenyésztésbe és különféle állattenyésztési termékek előállításába a takarmányköltségek, és ebbe én bele veszem az additív anyagokat is, tehát a vitaminokat, különféle kiegészítőket, amik ugye a takarmányban szükséges premixek, bizony a költségek több mint felét kiteszik. Tehát az egyik legnagyobb költségfaktor, és hogyha ennek az emelkedése szó szerint ilyen brutálisan történik, mint ahogy most, hát látjuk a kukorica árát, a búza árát, a olajos magvak árát, hát a repce az bekukucskált már 200 forint fölé is, ha úgy tetszik, vagy 200 ezer, attól függ, hogy milyen mértékegységben nézzük. Bizony, ez azt jelenti, hogy ezek átgyűrűznek értelemszerűen a takarmányárakba. És ezáltal óhatatlan, hogy az előállítási költségek nagyon-nagyon megemelkednek, és ezt valahol az egész termékpályán végig kell vinni, ami legvégső soron a fogyasztóig fog ilyen értelemben elérni. Tehát nem Istentől való dolog az, hogy emelkednek ugye a különféle piaci árak, és nem csak a piacokon, hanem nyilvánvaló a kiskereskedelmi áruházlászokba, hiszen nem lehet más csinálni e tekintetbe, hogy megmaradjon az állattenyésztő, megmaradjon a feldolgozó, megmaradjon az egész termékpálya, adott esetben a tojásnál, tejnél, húsnál, és hagyd ne soroljam ilyen értelemben az összeset. De szerkesztő úr említette a csomagolóanyag áremelését. De ne hagyjuk ki az energiaáremelést. Ez abszolút benne van. Áttételesen, hiszen minden egyes állattenyésztőnek szinte van földterülete, hiszen a földterület hasznát viszi át az állattenyésztésbe, hogy így fogalmazzak, tehát haszonáldozatot hoz az állattenyésztés oltárán. Hát ott is a műtrágya áremelések azok hihetetlenül nagyok. Hát bizonyos műtrágyaféleségek esetében 160-170%-os. De akkor mondhatom a bérköltségek emelkedését. Sajnos azt kell mondanom, hogy a forint gyengülése az az exportra jótékony hatással volt, de az összes beszerzett input anyagok ára ezáltal emelkedett. Tehát mindenképpen az állattenyésztésben is állatgyógyászati eszközök és akármilyen technológiáknak az ára is megemelkedett. És hát ne beszéljünk a munkabérről. Hát a munkabérnek a önmagától való emelése is szükséges, hiszen ezt az inflatórikus hatást, ami kicsit emelkedett itt a Covid idejébe, ezt valamilyen módon meg kell kompenzálni kell az embereknek, és hát tudjuk, hogy a munkaerő hiány is generálja a magasabb béreket. Tehát e tekintetben még a különféle higiéniai eszközökről és költségtöbletekről is pár szót válthatunk, a tekintetben, hogy bizony a állati vírusok elleni védekezés, itt madárinfluenzától kezdve az ASP-ig, bizony növelik az eféle állategészségügyi költségeket. És akkor ezt tetézte még meg, rátéve arra a bizonyos
képzeletbeli írja a pontot, a COVID elleni védekezés. Tehát olyan többlet és olyan költségtöblet alakult ki az állattenyésztés, de a növénytermesztés során is, ahol a növénytermesztés a átvételi árak emelkedésével tudta biztosítani a rentabilitását, az állattenyésztés viszont nem. Hiszen ennek az átgyűrűzése sokkal-sokkal hosszabb ideig történik a kiskereskedelmi áruházláncokban, és hát nyilván, hogy mindent az alapjaitól kell keresni, és az alapjai valahol ott rejlenek, hogy Kínába megszűnt ugye az ASP, gyakorlatilag óriási mennyiségű sertést telepítenek be, és az állattenyésztésüket nagy mértékben növelik, és szinte korlátlan, idézőjelben korlátlan importigényük van a szemes termények vonatkozásába, és bizony ez fölhúzta az árakat, amellett, hogy Dél-Amerikába is, és a világ különféle helyein is bizonyos aszályok csökkentették a termésátlagot, tehát a világ szinten is az átmenő készletek csökkentek. Ez pedig óhatatlan, hogy áremelkedést indukált. Ennek ellenére ugye a köznapi emberek számára ez úgy csapódik le, hogy egyrészt ugye nekik kell többet fizetni, nekünk kell többet fizetni jószerivel mindenért, és nem is kicsivel. Másrészt sokan azt gondolják, hogy a gazdáknál, illetve a boltokban marad, és olyan haszon képződik, ami már sok, ha úgy tetszik, tehát túlságosan nagy az árvés, holott ez nem így van. Tehát ilyen értelemben kell megnyugtatnunk a vásárlókat és a vásárlóközönséget, hogy ez szó sincs arról, hogy ezt a pénzt valaki is elteszi, természetesen van haszon, de korántsem annyi, amennyit elképzelnek. Igen, nyilvánvaló, hogy vitatkozhatnék is ezzel az állítással, meg el is fogadhatnám. Épp ezért az a javaslata az Agrárgazdasági Kamarának is, és az magam kezdeményezésére alakult ez ki, és hát reméljük, hogy előbb-utóbb a Kopacséka Európai Unióba ezt azért meg fogja tudni jól fogalmazni, és el tud érni valamiféle ajánlásszerű, törvényszerű dolgot, amikor, hogy ez ne történjen meg. Én folyamatosan mondom, hogy a multinacionális kiskereskedelmi áruházláncok miért nem teszik transzparenssé az árképzésüket. Ha ugyanúgy odaírnák azt, hogy mennyi a beszerzési ára, és mennyi az az árrés, amit haszonként realizál ugye a kereskedelem, akkor ezeket el lehetne oszlatni. De mivel tudjuk jól, hogy a termelőnek, ha úgy tetszik, még a gyomrába is bele lehet látni egy tejtermelőnek, pontosan tudja mindenki, hogy mennyi a költsége, mennyi a meglévő árése, mennyi az önköltségi szintje, hagyd ne soroljam, addig ezt valami ilyen misztikum fedi a kereskedőknél, és mindenféle álhivatkozásokkal azt mondják, hogy hát ez nem publikus, ez az ő saját privilégiumuk, hát akkor nem kell csodálkozni, hogy az emberek találgatnak. És az emberek azt mondják, hogy igen, hát ha nem csapódik le a termelőné, nem csapódik le a feldolgozóná, hát akkor hol csapódjon le másút, mint a kereskedelembe. És ha megnézik a magyar alma árát, ami hihetetlen magasságokat ér el, és összevetik ugye a eladási árról az almatermelők, hát akkor bizony ingatják a fejüket. Na de ezért a kiskereskedelmi multinacionális áruházláncok nem igen tesznek, hogy ezt tisztázzák. Hát most rajtuk a sor, hogy ezt tisztázni kellene. Fel kellene világosítani, ha úgy tetszik, és itt idézőjelben mondom, illetve nyíltá, transzparenssé kellene tenni a árpolitikájukat, és akkor minden kételj mindenkibe eloszlana rajtuk a lehetőség. Addig bizony így nem lehet nagy védelmet nekik biztosítani, amíg nem mutatják meg a számokat. Egyértelmű. Szóval én azt gondolom, hogy ezt napestig is beszélhetünk erről, de kizárt dolog, hogy meg tudjuk győzni
mindazokat, akik nehéz helyzetbe kerültek, és itt gondolok a gazdákra, a vásárlókra és mindenkire, hiszen ez, én azt látom, hogy nem nagyon fog változni. Bár azért bizakodó vagyok természetesen. Egy dolgot azért kiegészítésként tennék, mert ezek tényadatok. Az elmúlt másfél évtizedben a termelői árak olyan 1,6-1,7-szeresére növekedtek, addig a piaci árak, tehát a áruházláncokban levő ugyanazon termékeknek az árai 2,3-2,4, a tej 2,4 százalékponttal emelkedett. Tehát az 1,6 és a 2,4 között azért különbség van. És ha előbb említettben nem a feldolgozó viszi el, akkor hát nem kell sokat találgatni. Egyértelmű. No, nemrégiben jelent meg, én azt gondolom, hogy egy fontos lépcső, hiszen az uniós szabályozások rendjét is tisztázta ez, mármint a magyar agrárminisztérium, hogy a végleges uniós megállapodásra mikor lehet rábólintani. Tehát azért feltételeket szabtak, Nagy István miniszter úr is elmondta, és hát nyilván a környezet és klímavédelmi célok mellett a versenyképesség egyensúlya, ami nagyon-nagyon fontos. Én leginkább erre az utóbbira lennék kíváncsi, hiszen a versenyképességet azzal, hogy most értelemszerűen 2027-ig a kormány, illetve az Európai Unió pénzei mellé a kormány is egy fantasztikusan nagy összeget biztosít, ezt lehetne fejlődni, ugyanakkor azért itt vannak érdekes kérdések. Tehát például, hogy a kisebb területen gazdálkodó termelőknek jár-e megkülönböztető eljárás, illetve miként tudnak ezekkel a lehetőséggel élni a nagyok. Kicsit mélyedjünk el ebben. Igazából a kisebb termelőknek a megkülönböztetett támogatása a ökoszínbe, így nevezett környezetvédelmi részbe, vagy ökológiai alapba, vagy struktúrába különféle megnevezései vannak, fent fog maradni. Mindenképpen fent fog maradni, hiszen ők a területi nagyságuknál fogva sokkal nehezebb helyzetben vannak, kevésbé költséghatékonyan tudnak bizonyos műveleteket elvégezni. Ezt fontosnak is tartjuk, és az Európai Unió is fontosnak tartja, hiszen a kisebb termelőknek a biológiai sokszínűség, a biodiverzitás fenntartásában igenis fontos szerepük van, igenis fontos az ő tevékenységük, fontos a vidék összképének a megfelelő szinten tartása, ennek a biztosítása, és ők ebbe olyan tevékenységet folytatnak, ami bizonyos értelemben pótolhatatlan. Az viszont biztos, hogy ha struktúrájában nézzük, akkor nagyon jól a minisztérium, és itt a trilógus tárgyalásokat említve a minisztérium közösen az Agrárgazdasági Kamara társadalmasította a KAP reform bizonyos részeit, de a digitális gazdálkodástól kezdve a AKG-ig, a környezeti elvárásokig, most nem sorolom, legalább 8 különféle témába tartottunk megbeszéléseket, mégpedig olyan szinten, hogy ebbe a videó Teams-be, ha úgy tetszik, 140-200 ember vett részt. Tehát termelők, az őket érintett, azokat érintők, és bizony ezet figyelembe véve nagyon sok javaslat is elhangzott. És ez azért fontos, mert a minisztérium is, Agrárgazdasági Kamara is struktúrájába tudja nézni ezt a környezetvédelmi hatást. Tehát először nagyon fontos az, hogy megmaradjon az arány. Megmaradjon az arány, és ne tolódjon el a környezetvédelem javára. Mert ha megnézzük például a gyepek állapotát a legkülönfélébb területeken, és ezt a természetvédelmi területeket figyelemmel, akkor azt kell mondani, hogy romlottak. De eredendően ez a biodiverzitás fenntartására volt. Igen ám, de amíg a túlsúlya a környezetvédőknek azt mondotta ki, hogy kaszálni kell ezeket a gyepeket,
de tápanyag utánpótlást nem lehet biztosítani, ez egy nonsens dolog. Igen. Persze, hogy le fognak romlani. Tehát egy környezetvédelmi, hamis környezetvédelmi túlsúllyal bizony a biodiverzitást szűkítettük. Tehát itt van az első nagyon fontos egyensúly. A másik egyensúly itt a környezetvédelmi feladatok elvégzésébe az, igen, ha a környezetvédelmi elvárásokat a gazda teljesíti, akkor többletköltségei lesznek. Ha többletköltségei lesznek, akkor bizony ezt valamilyen módon kompenzálni kell. Ugyanez vonatkozik természetesen az esetleges árbevétel kiesésre, hiszen ugye a vetésváltástól kezdve, ami nagyon fontos, ez begyűrűzik, és ha nem pótoljuk ezeket a költségeket, amivel ő megvalósítja egyébként környezetvédőként a különféle elvárásokat, amit egyébként nem tud majd érvényesíteni a piaci áraiba, akkor elszegényedik. Nyilván. Ez egy fordított gyűrűt fog alkotni arra, hogy igenis, hát valamit kihagyjon, valamit másképp csináljon. Tehát pont ez az árspirál, negatív árspirál készteti arra, hogy kevésbé legyen környezetvédő, mint ami tudna lenni, mint ami egyébként valójában az is. És ez az árspirál nyilvánvaló hat, amikor harmadik országból hozunk be olyan árukat, amik nincsenek rendesen, nem csak megkülönböztetve, hanem nincs ugyanaz az elvárási rend, ugye a kettős mérce, mint az Európai Unió gazda által előállított, nyomon követhető és egy csomó környezetvédelmi szempontot figyelembe vevő termékébe. Na most ez a komplexitás az, amit a minisztérium most Brüsszelbe is képvisel, és nagyon helyesen miniszter úr, amikor a reptéren nyilatkozott, azt mondta, hogy a magyar gazdáknak az érdekébe folytatja a tárgyalásokat, és ez így is igaz. Az más kérdés, hogy természetesen azért ne legyünk naívak, a zöld túlsúly azért az Európai Unióba megvan még akkor is, ha sokszor nem teljes szakmai felkészültséggel döntenek bizonyos szerkivonásokról és különféle műveletek betiltásáról. Ezt minden gyakorló gazda tudja, de hogyha ebben ilyen burkolt módon beszélgetünk, csak én soha nem mondjuk ki, hogy igenis, sokszor városi emberek döntenek a vidéki emberről annak feje fölött, akkor soha nem is fog megváltozni. Így van. Viszont az is fontos, hogy meg kell tartani az uniós csatlakozási szerződésben garantált átmeneti nemzeti támogatások rendszerét. Ez kapcsolódik ahhoz, amit az imént elmondott nekünk, mert a termeléshez kötött támogatások és a források aránya azok mindig változnak, de ha úgy változnak, ahogy az unió elvárná, akkor az óhatatlan is megint a gazdát sújtja. Tehát a nemzeti támogatások rendszere az maradjon a miénk, mondja Nagy István, az Agrártárca, és gondolom, hogy ezt mondja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is. Teljes mértékben, teljes gondolati azonosságban e tekintetben a nemzeti támogatások nyilvánvaló maradjanak nemzeti hatáskörbe. És ez egy nagyon fontos elem, hiszen az adott nemzetgazdaságba és mezőgazdaságba való termelési különbözőségek, a vidékek közti különbözőségek, a termőhelyi adottságok, az úgynevezett biotópok, ezek mind-mind azt mutatják, hogy ezt nemzeti hatáskörbe csak a Magyarországon élő gazdák és azoknak a képviselői tudják jól megvalósítani. Hát ne feledjük el, hogy állattenyésztésben is annak idején volt, és ma is egyébként van, csak kevésbé használjuk, az úgynevezett röghatást. A röghatás az pont azt jelentette, hogy az adott termőterületen, az adott növényi kultúrába legelőn van egy kialakult egyensúly, amelyik látszik még abba a fajtába is, annak a húsába, annak
a legkülönfélebb szaporodás és egyéb mutatóiba, ami röghatásnak neveztek elődeink, de röghatásnak nevezzük most is, és ezeket a különbözőségeket, előnyeket, hátrányokat mind figyelembe kell venni. Nos, én itt a beszélgetés végén azt a gondolatot szeretném még egyszer megerősíteni, hogy az agrártámogatások költségvetése ugye 2027-ig szól, és amelyet 80%-kal egészít ki a magyar kormány, azt hiszem ez példátlan. Ez azt hiszem, hogy talán segít abban, hogy az imént megtárgyalt visszásságok is elmúljanak, vagy legalábbis észszerűen lehessen ezeket az összegeket felhasználni. Önnek köszönöm szépen, hogy megtisztelt, és a következő beszélgetésünknek, kedves nézőink, felhívom figyelmüket, hogy nagyon-nagyon fontos lépések történtek a gyepgazdálkodás területén. Erről fogunk beszélgetni, illetve hát egy kicsit megvizsgáljuk, hiszen az elmúlt időszak rendkívül szélsőséges időjárása miként hatott a szárazföldi növényekre. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra. Thank you.